Szeretettel köszöntjük a Híd Rádió követőit, Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és Jóbron szerkesztő nevében is köszöntjük Önöket. És itt van velünk a stúdióban Bernát Tamás, pénzügyi szakember, a Matthias Kormius Kollégium közgazdasági iskola oktató. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mondhatnám azt is, hogy a közelmúltban több dolog történt. Egyrészt ugyan a belpolitikai nagy úgy tűnik, hogy értékes mondatok elhangzottak Orbán Viktor részéről is itt az Európai Parlament interpretáció sőt az előtte levő nap sajtótájékoztatójában is erősen kihangsúlyozta a Balkán integrációját. De az elmúlt időszaknak gyakorlatilag ilyen értelemben van egy erősen kapcsolódása az ön részéről, mégpedig a Nyugat-Balkán gazdasága 21. századon című könyv megjelenése is, ezt talán azt lehet mondani, hogy jó aprópót adnak arra, hogy a könyvről beszéljünk, vagy akár a miniszterelnök úr gondolatairól is. De talán kezdjük is ezzel, hogyha a Balkán a nyugat-balkán témát, nyugat témát idehozzuk, hisz maga a könyv is erőteljesen a gazdasági teljesítményekre, gazdasági integrációra rámutat. Hogy látja most ön ennek a hat országnak, mert ugye a könyvben gyakorlatilag hat országot veszünk gorcsú alá helyzetét, akár ilyen szempontból? Köszönöm szépen a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan régió, amiről kevesebbet tudunk, mint amennyit megérdemelne. És egy olyan régió, aminek talán magának a meghatározásával érdemes kezdeni uh -huh. a, a beszélgetést, miért Nyugat-Balkán? Tulajdonképpen ez a hat ország olyan értelemben tartozik egybe, hogy még egyik sem tagja az Európai Uniónak. Sok más közös jellemzőjük is van, de azért ez a legfontosabb jelenleg, uh -huh. és már most érdemes el, elmondani azt is, hogy nagyon sok különbség is van köztük, sőt, nagyon sok ellentét is fennáll köztük. Úgyhogy őket igazából ez köti most össze, hogy az utolsó fehér folt Európában. Azt, hogy van egy ilyen közös nevező náluk, hogy az Európai Unió nem tagjai, azt viszont azt lehet látni, hogy nyilván a hat ország közül, és akkor ez akár a különbözőségekre is rámutathat, vannak olyanok, amik nagyobb hangsúlyjal, akár mondjuk itt Szerbiára vonatkozólag, de lehet, hogy ilyen értemben kicsit már Albánia is elhangzik, Közelebb állnak ahhoz, hogy az Európai Unió irányában uh -huh. tudjanak tendálni és beinduljon akár az a protokollális folyamat, ami az uniós csatlakozáshoz tartozik. Lehet, hogy erre most az ukrajnai események egyfajta árnyékot vetnek, nem tudom, mert uh -huh. erről kíváncsi vagyok az ön véleményére is, de ezt a fajta különbözőséget egyébként maga a térség, hogy éli meg, hogy ki valaki már közelebb áll, uh -huh. valaki infrastruktúrája erősebb, valakinek nyilván az oktatása, vagy tehát különböző indikátorok. Uh -huh. Érdemes kicsit messzebbről kezdeni, olyan értelemben, hogy ezt a hat országot érdemes szemügyre venni a mondjuk így összefüggéseik és a bizonyos ellentéteik szempontjából is. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a volt Jugoszlávia két legfejlettebb északi tagállama, a Szlovénia és, Horvátország már mondhatni rég csatlakozott az EU-hoz, tehát ugye a szlovénok 2004-ben, Horvátoképpen magyar segítséggel 2013-ban, és maradt öt kisebb e, egység, e, ami hát igazából szerb dominanciával is leírható, mert Szerbia jóval nagyobb, mint a bármelyik másik ország, de azért ennél bonyolultabb a kép. Van Szerbia, a volt Jugoszláviából ugye még szintén van e, Bosnia-Hercegovina, van Montenegro, ami utoljára szakadt el Szerbiától, van Macedónia, ami az egyetlen, úgymond vértelen, puskalövés nélküli függetlenségi ö, törekvés volt annak idején 91-ben a Jugoszlávia felbomlása után, és ennek megfelelően ö, azt gondolom, hogy az ő egyébként azóta Észak-Macedónia hivatalos nevük, és ennek megfelelően az ő kötődésük egy kicsit más a szerbekhez, ö, nem nincsenek olyan mély problémáik a, 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 a szerb Macedón viszonyban, mint egyébként néhány más irányban vannak. Szóval a lényeg az, hogy ez egy, ez egy különleges helyzet, és aztán van Albánia és Koszovó, ami többszörösen figyelmet érdemel. Ugye Albánia nem volt Jugoszlávia része, mint tudjuk, ott egy nagyon-nagyon kemény kommunista diktatúra volt, Enver Hodzsa alatt a világtól teljesen elszigetelték magukat, építettek 175 ezer kis bunkert, hogy Sanetán a kb. 3 milliós albán nép egyszer egyedül szállna szembe a világgal, akkor biztonságban legyen. Szóval tényleg egy ilyen paranoid, paranoid őrület, paranoid rendszer volt, és ennek az őrületnek a nyomai máig látszak. Én tegnap jöttem Tiranából, és ott a legnagyobb bunker az most egy múzeum, hál' Istennek, de azért megvan. Szóval ez egy nagyon más viszony a, a, a múlthoz, és végül, de nem utolsó sorban ott van Koszovó, ahogy említettem, ami hát Sokan még azzal is óvatosan bánnak, hogy államnak nevezéke, hiszen mondjuk öt olyan EU tagállam van, meg számos más állam is, de öt olyan tagállam van, ami nem is ismeri el Koszovó önálló államiságát. Igen. Tehát azzal nyilván vigyázni kell, hogy, hogy, hogy az albán-koszovói viszonyt ki, hogy írja le, de hát tagadhatatlan, hogy mind a kettőt albánok lakják. Úgyhogy tulajdonképpen van egy szerb Jelentős állam, amit önmagában érdemes figyelni, vannak olyan államok, amik inkább Szerbiához kapcsolódnak valamilyen uh -huh. módon, például Montenegro, mint gyakorlatilag a szerbek tengerpartja, kis túlzással, vagy Bosnia-Hercegovinának a szerbek által vezetett egyik entitása, a Republika Srpska, és van az albán entitás, uh -huh. vagy az albán etnikum mocsánat, köré szerveződő entitások világa, Albánia maga, Koszovó, illetve egyébként egy harmad részben Macedóniát is albánok lakják. Szóval ez a két nagy erő van, és ö, tulajdonképpen ezeknek a hát néha vetélkedés, a néha szembenállása ö, látszik meg az unió felé való törekvésben is, vagy az unióhoz vezető úton is. Egy egyszerű ö, felosztással Albánia nagyon szeretne az unió tagja lenne, lenni, Szerbia nagyon sokat gondolkodik azon, hogy ennek mi az ára, és mennyire kívánják ők ezt tényleg. Ez persze egy ilyen hogy mondjam, hatás ellen hatás folyamat, hiszen maga az Unió is sokkal több gesztust tesz Albánia irányában, mint Szerbia irányában. Egyébként mindig mérik azt, hogy ezeknek az országoknak a lakossága mennyire akar egyáltalán az uniós csatlakozást részese lenni. Mennyire népszerű még ez a gondolat, és ez még mindig Albánia vezeti, és még mindig többsége van annak, hogy legyenek uniós tagok, de ez már csökken. Egész egyszerűen olyan hosszú és annyira elnyúl, elnyújtott ez a folyamat. Szerbiában már most kisebbségben vannak azok, akik határozottan azt mondják, hogy igen, legyünk az unió tagjai. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr helyesen mutatott rá arra, hogy itt a késlekedés az lassan egy. Az egész folyamat sikerét veszélyeztető hatással bír, és erodálja azt a bizalmat, amit, vagy azt a lelkesedést, amit az uniós tagság iránt végebben ezek az országok éreztek. Most szerint két irányba indulnék el. Az egyik, amit kicsit meg is pendített, ezek a történelmi előzmények, vagy a történelmi örökségek kérdése. Viszont pont ennek a EU csatlakozás és egyébként egymás közötti kapcsolatok miatt jön egy másik kérdés is, és lehet, hogy inkább erre erősítenék rá, hogy nyilván a, a térségben való speciális pozíciójuk miatt ezeknek az országoknak nem csak az Európai Unió felé, hanem más térségben levő országok, akár mondhatni, hogy domináns országok felé is vannak kapcsolatai. Itt akár törökökről, orszakról is beszélhetünk. Szerintem érdemes erre szállni pár gondolatot. Igen, ez egy nagyon izgalmas vetület. Valóban a Balkán, mint olyan, amiből ugye mondtuk, hogy úgy lesz Nyugat-Balkán, hogy, hogy van, aki már csatlakozott az EU-hoz, és ezért nem része, és egyébként még említsük meg Bulgáriát, ami szintén eutag, és elvileg az a Kelet-Balkán, hiszen különben nem, nem lenne mitől nyugatra lenni ennek a nyugat-balkáni régiónak, szóval a Balkán egésze, és azon belül ez a nyugat-balkáni régió valóban számos, mondjuk úgy, hogy kulturális, vagy amögött akár néha gazdasági indítékú érdeklődésnek a találkozási pontja. Uh -huh. Ezzel együtt Ezeknek azért sokszor én úgy látom, hogy kicsit nagyobb a, 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 a füstje, mint a lángja. Tehát nagyon sokszor úgy tűnik, hogy e, például Törökország hatalmas érdeklődést mutatta a régió iránt. Erdoğan elnök egyébként pont ma van Tiranában, és egy hatalmas mecsetet fog felavatni, e, ami egyébként nagyjából a második mecset Tiranában, tehát így nincsen sok ahhoz képest, hogy névlegesen muszlim ország. Tehát vannak ilyen nagy gesztusok. De hogyha megnézzük a számokat, akkor igazából mind a hat ország elsősorban az Európai Unióval kereskedik. Tehát a kétharmada körülbelül a külkereskedelemnek uh -huh. mindegyik országra igaz, hogy az EU-val zajlik. Ezzel együtt még lehet folytatni a sort, nem csak Törökország, Oroszország is mindig előkerül ezekben a beszélgetésekben, hiszen Szerbia pravoszláv, és egy nagyon komolyan átélt vallásos hit és, és hagyományőrzés jellemzi. Egyébként ez még a koszovói problémába is belejátszik, mert ott nem csak puszta területvesztésről van szó, hanem egy a, a, a pravoszláv egyház szervezetén belül nagyon fontos központ volt ott, amikor, vagy hát van technikailag, csak ugye mostanra az Albán többség miatt ez már kívül került a, a jelenlegi szerep területen. Tehát itt nagyon erősek a, a gyökerek, nagyon fontosak az érzelmek, és azért az mondjuk lefordítódott a, a helyi legnagyobb energiaipari cég orosz tulajdonba kerülésére. Tehát uh -huh. itt egy kicsit azért többről van szó, mint egy, mint egy látogatásról, vagy egy avatásról. Ezzel együtt szerintem túlzás lenne Szerbiát mondjuk orosz érdekszféra részének, vagy valami hasonlónak nevezni. Van még természetesen az USA, ami én úgy látom, hogy gazdaságilag jóval kevésbé aktív a régióban, mint ahogy talán elsőre látszik. Tényleg egy számok Írják le azt, hogy ők milyen százalékban részesei a befektetéseknek, vagy milyen százalékban részesei a külkereskedelmnek. Politika értelme viszont nagyon határozott a, a jelenlétük. Például Albániában van egy olyan különleges ügyészség, amit hát maguk az albán vezetők neveznek úgy, hogy gyakorlatilag amerikai irányítás alatt áll. Mm. Ez egyébként Románia mintájára jött létre. Ez azért mond valamit arról, hogy egy nagy hatalom milyen befolyással bír Ezeken a, ezekben az államokban hozzátéve, hogy nem annyira gazdasági, mint inkább politikai, illetve biztonságpolitikai szempontból erős ez az, az amerikai jelenlét. Igen, bár. Ugye most ebből azért én merek arra következtetni, de ha hímásan tettem, akkor javítson ki, hogy azért általában ezek a fajta politikai befolyások nyilván már csak a működtető tőke miatt is meg kell, hogy jelenjen ott azért a pénz is, tehát a forrás bevonás is valamilyen uh -huh. formában meg kell, hogy történjen. Igen, történik is, de azt fontos elmondani, hogy először is ezek nagyon kicsi gazdaságok. Uh -huh. Tehát itt a, a, az országok mérete, mondjuk egy egyszerű szám, lakosság, az viszonylag komoly, a hat ország együtt 18 millió ember. Azért ez, hogyha mondjuk egy ország lenne, akkor az Unióban már, nem tudom, hatodik, hetedik helyre lenne elég szerintem, de lehet, hogy még jobbra is. Ezzel együtt a hat ország összetett GDP-je, tehát bruttó hazai összterméke, az bizony a magyarnak a háromnegyede csak. Uh -huh. magyarnak a három de a hat ország együtt. Úgyhogy kétszer annyi lakosuk van. Tehát igazából még azért van hova fejlődni. Mi következik ebből? Itt viszonylag kis pénz is sokat ér. Uh -huh. Tehát viszonylag kis uh, erőfeszítéssel, viszonylag csekély, relatív csekély tőke uh, bevitelével, vagy vagy export uh, termeléssel itt komoly gazdasági jelenetet lehet elérni. Egyébként ezt én mint magyar lehetőséget is látom, ez mondjuk egy másik irány, csak úgy megemlíteném, de ezt mindenképpen fontos leszögezni. A másik, hogy vagy ezért, vagy másért, de mondjuk az Európai Unió hát nem is nagyon töri magát, hogy rengeteg pénzt tegyen ebbe a, a térségbe, és most kifejezetten az Európai Unióról, mint szervezetről beszélek, nem a tagállamokról. Nagyon-nagyon messze elmarad az oda jutó uniós előcsatlakozási források szintje attól, amit Hasonló fejlettségű vagy a környéken található uniós tagállamok kapnak. Tehát igazából az Európai Unió ugyan létrehozott egy ilyen előcsatlakozási eszköznevű forrást, IPA, magyarosan a rövidítése, most már a harmadiknál tartunk, ez nagyon szép, harmadik-hét éves cikluson át, de ami pénz ebben benne van, az messze messze alul múlja azt, amit mondjuk Görögország, vagy akár Románia, vagy egyébként akár Magyarország, ha itt meg megszokott kapni. Úgyhogy ilyen értelemben azt mondom, hogy Kevés is elég lenne, de keveset kapnak, vagy még annál is kevesebbet, mint amennyit lehetne. És hát ez egy nagyon fontos pont abban, hogy az unióhoz való közeledés hogyan halad előre. Igen, igen. Hát ebből azért némileg talán lehet arra is következtetni, hogy az uniós forrásbevonásoknak is van politikai akarata. Abszolút lehet erre következtetni. Történelem. A könyvben is, amennyire én sikerült egy-egy, akár országnak a sztoriát megnéznem, ön hangsúlyt fektetett a történelmi előzményekre, tanulságokra. Nekem most nem is akarom konkrétan melyik ország sztoria volt az, amiből egyértelműen látszott, hogy, hogy, fontosnak tartotta lehet, hogy egy, egyébként nyilván ennek van a jövőre mutató vonatkoztatású oka is, hogy, hogy rámutasson arra, hogy ebbe a történelmi előzményben mekkora szerepet kaptak a függetlenségi mozgalmak, a nemzetállami kialakulások. Hogy látja ezt egyébként, így a most nem feltétlenül a hat ország tekintetében, hanem egyáltalán ezeket a fajta indítatású kérdéseket, hogy leválni, önállóvá válni? Azt gondolom, hogy minden országot érdemes úgy felkeresni, különösen, ha gazdasági kapcsolatokat akarunk vele építeni, hogy értjük a történelmét. És ilyen szempontból még azt se gondolom, hogy nagyon-nagyon más emberek laknának a Balkánon, mint mondjuk Németországban. Ha az ember Németországban akar üzletelni, ott is jó, ha tudja, hogy mondjuk egy rajnai német, az miben különbözik egy hamburgitól. Tehát ilyen szempontból nem mondanám azt, hogy ez valami nagyon-nagyon különleges hely, inkább csak arról van szó, hogy úgy látom, ezért is írtam a könyvet, hogy keveset tudunk arról, hogy pontosan hogy is vannak ott a viszonyok, ki kivel, mikor küzdött, milyen függetlenségért, és mi tagadás ennek azért manapság még mindig nagyon éles megnyilvánulásai vannak, ezért is gondolom, hogy érdemes odafigyelni ezekre a különbségekre, hogy más nem mondjak, az, hogy Bulgária, ami uniós tag, mennyire ismeri el, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy macedón nemzet, meg nyelv, Rövid válasz, semennyire. E, és fordítva, a Macedónia most éppen megváltoztatja a saját alkotmányát annak érdekében, hogy a bolgár, mint államalkotó nemzet megjelenjen. Rövid válasz, egyelőre nem fogja, mert az volt a legfőbb kampányigérete a győztes pártnak, hogy nem fogja megváltoztatni. Szóval, hogy amikor ekkora uh -huh. egymásnak feszülések vannak, és tényleges vétók, tehát nem csak Ígéretek, beszédek, tényleges vétók sora, korábban a görögöktől, most a bolgároktól, az uniós csatlakozási folyamatban emiatt. Akkor azért érdemes utána menni, hogy ennek mi az alapja, miért mm. volt így, stb. Vagy az albánokra visszatérve még egy pillanatra, az is nagyon érdekes, hogy ők most nagyon széttagoltan élnek különböző államokban, de voltak ők már egy területben is, mikor amikor az olasz megszállás volt a második világháború alatt. Ami megint egy ilyen hogy kétérű kard, hiszen pár év a, 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 a történetben adatott nekik, amikor egy nemzet voltak, de akkor nem voltak függetlenek. Aztán függetlenek lettek, az előbb jellemzett furcsa körülmények között, de akkor meg nem voltak egy nemzet egy, egy országban a nemzet teljes egészében. Tehát ezek olyan feszültségek, amik tényleg máig velünk élnek, és a, a régióban tapinthatóak, ezeket érdemes ismerni, ezzel együtt maga az Európai Unió, mint gondolat, unió, ez mégiscsak valami olyasmiről is szól, ami, ami a függetlenségnek, a szuverenitásnak egy hát vitatott mértékű, de azért mégiscsak tényleges feladása. Ön képzetőnek tartja egyébként, hogy megjelenik ott a térségben egy olyan kohéziós gondolat, erő, akár karizmatikus karakterek, akik mondjuk ezt a a keleti térség, akikről már érintőlegesen ugye beszéltünk, gazdasági szándékait és a, a nyugati térség, tehát most akár Európai Unió vagy az Unió olyan markánsabb tagállamai, akiknek ez a térség mondjuk potenciált fontosat jelent, ekközött egy hidat képezzen ez a nyugat-balkáni térség? Jó volna jó volna, hogyha ez, ez meg tudna Ugye azt, azt, érzékeltette, hogy külön-külön azért picik, meg, igen. meg nem annyira tudnak erős szavakat, üzeneteket érvényesíteni önmaguk, vagy akár a térség érdekében, de talán együtt elképzelhető. Meg hát is adja magát, hogy... Igen, hogy, hogy... igen, igen. Ez egyébként valóban benne van szerintem a lehetőség tárházában. Egyébként még az előbb a keletiek köréből kínaiakat nem is említettük. Igen. Egyébként nem baj, mert mm. szerintem az ő jelenlétüket túl szoktuk értékelni, már olyan értem, túl értékeljük, hogy itt megint csak arról van hogy van egy-egy nagy gazdasági jellegű lépésük, autópályaépítés, vasútvonalépítés, ilyesmi, amivel jelen vannak, de ez azért az ő szemszögükből is egy nagyon kicsi, az ő szemszögükből különösen kicsi játszótér, mm. mozgástér, és... És hát őszintén szóval, a, tehát nem értek a kínai politikához, de nem nagyon látom azt, hogy nekik ez egy globális szinten fontos politikai uh -huh. szintén lenne. Visszatérve a kérdésre, igen, szerintem nincs más út előttük, mint az összefogásnak valamilyen verziója. Egyébként, legyünk felek, volt is több neki futás ennek, tehát van, van ma is a CEFTA nevű társulás, ami egy belső szabad kereskedelmet jelent. Egyszer nekifutottak egy ilyen helyi sengen létrehozásának is, az nem jött össze igazából, de ez sem mondjam, került le végleg a napirendről. Tehát vannak ilyen törekvések. Azt is gondolom, hogy muszáj, hogy helyből is jön olyan vezető, vagy olyan vezetők, akik, akik ebben partnerei tudnak lenni egymásnak. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a jelenlegi szerb és a jelenlegi albán vezető, noha minimum a történelem két oldalra kellene, hogy állítsa őket, Mi? vagy szembenállásra kéne, hogy ösztönözze őket, és elvileg ellentétes értékrendű pártokat vezetnek, annak dacára valójában nagyon jól kijönnek egymással. Uh -huh. Tehát van az, a, amire utalt a kérdésben, az tökéletesen megjelenik már a valóságban is, hogy, hogy van az a karizmatikus, jelentős vezető, aki stabil hatalmat épít ki, az országát úgymond rendbe teszi, és aztán meg is érti, hogyha a másik oldalon hasonló emberrel találkozik, hogy azt mi mozgatja, sőt, még el is ismeri annak az eredményeit. Tehát ennek megvannak az első jelei, ebben, ebben látok még további potenciált. Két apró gondolat van még bennem, bár szerintem az első kérdésre nagy részt beszélgetésünk során választ kaptunk, a könyv él azzal a Hasonlattal, hogy a térséget a kamaszkorral hozza párhuzamba. Ugye a kamaszkorról lehet, hogy sok mindenkinek sok minden eszébe jut, függetlenség, leválás a szülőkről, stb. stb. Nem tudom, milyen értelemben látja erősnek a hasonlatot. Abban az értelemben, ahogy a kamaszkor általában valóban a, a függetlenségnek a kereséséről, de egyben jó esetben a kapcsolódások fenntartásáról, és aztán a igazán fontos helyzetekben ezeknek a kapcsolódásoknak az újra megjelenéséről szól, vagy az újra felértékeléséről szól. Én ezt, ezt vélem felfedezni a balkáni országban is, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne tekintsük, hogy mondjam, egy ilyen mögöttünk járó, vagy valamilyen módon számunkra ilyen mi felnőttek vagyunk, ők a masszok uh -huh. hozzáállásnak a, a, a megjelenésétől mindenkit óvnék, mert ezek tényleg nagyon-nagyon régi és nagyon büszke és komoly kultúrájú országok, de az államiságuk és a, a függetlenségüknek ez a szemlélete szerintem segít megérteni. Igen. Azt, hogy hogyan viselkednek, és egyébként, ha minden igaz, segít előreérezni a jövőt is, amennyiben én tényleg azt gondolom, hogy a, a függetlenség, mondjuk így élményének a, a jelentőség egy idő után újra csökkenni fog, és azok a bizonyos fontos események, amikről beszéltünk, ami egy ország életében is bizonyos gazdasági fejlődés lépésekkel, fejlődési lépésekkel leírható, azok meg fogják hozni azt a nyitottságot a együttműködésre, a függetlenség bizonyos részeinek óvatos feladására vagy átengedésére, amely egyébként az ember életében is meg szokott jelenni, és amely ezekben az országban nagyon fontos fejlemény lesz. A könyv az nem egy szép irodalom, ez egy szakmai irodalomnak tekintető, abban szerkezetében, szerkesztésében szerintem egy nagyon jól olvasható könyv. Tehát aki nem közgazdász, nem politológus, nem nem tudom, geopolitika fan, az is szerintem merít belőle. És pont ez a merítés lenne kíváncsi, hogy az ön személyes életében mi, mi volt az, ami inspirálta arra, vagy van-e olyan van-e olyan élmény, történet, sztori, ami befolyásolta mondjuk a könyv megírásában. Ugyanarra utalt már, hogy ezt egy hiánynak érezte, hogy erről nincs akkora átfogó ismeret, de, de emellett esetleg nyilván azért azt az időt, amit az ember ilyenkor a billentyűzet mellett tölt, hogy megírjon egy könyvet, ahhoz kellenek belső inspirációk. Ez pontosan így van, és hát a válasz első fele az visszamegy a gyerekkoromig, amikor Szegeden gyerekként az akkori Jugó tévét, ahogy mi hívtuk, néztük, és egyrészt az volt egy hírforrás, a magyar nyelvű hírek akkor ott objektívebbek és pontosabbak voltak, mint az akkori magyar adókon. Másrészt pedig az volt egy ablak egy nagyon furcsa világra, ami egyszerre volt vörös csillagos, meg Adria Party. tehát valami hmm. olyan furcsa elegye volt az ott látott műsor annak az életnek, amit mi ismertünk, mint a legvidámabb barak, ugye, hogy hívták annak idején Magyarországon, meg, azt a, meg annak az életnek, amiben csak úgy néha tudtunk kinézni nyugatra, hogy ez önmagában is furcsa volt, érdekes volt, és így felkeltette az ember érdeklődését. Ez volt az egyik, a másik pedig aztán jóval később, Különböző bankoknak dolgoztam ebben a régióban, sőt, kicsit ez még most is igaz egyébként. Szóval ebben a gazdasági világban, amikor újra a régióba kerültem, vagy ebben a gazdasági szerepben, amikor a, újra a régióba kerültem, akkor rájöttem, hogy ez tényleg nagyon érdekes hely. Nem csak a jugoszláv utódállamok, hanem egyébként Albánia is, ahol 2008-ban voltam először, és bevallom, teljesen megdöbbentem. Pozitív és negatív irányban is, mm, uh -huh. hogy itt vagyunk Európában, és ezt látom. Tehát ez egy olyan élmény tömeg volt, ami aztán arra inspirált, hogy ezt össze is foglaljam, utána is nézzek dolgoknak, kicsit össze, össze is hasonlítsam egymásra ezeket az országokat. Ebből született a könyv. Bernát Tamás, Matthias Kormész kollégium, közgazdasági iskola, oktatója, pénzügyi szakember volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.